Úgy érzem, hogy minden alkalommal, amikor erősebb leszek, valami elveszik belőle. Szép jó napot kívánok, Narez volnék, és ez itt a Cinegor Horror magazin csatornája. Mai ajánlónk nem más, mint a legnagyobb manhwa, azaz koreai képregények alapja, ami megkapta hivatalosan is az animációs adaptációját az Eye Pictures jóvoltából, íme a Solo Leveling. A koncepciója rém egyszerű. Egy kalandor jellegű stílusú világot képzeljünk el, mint egy szimpla RPG játékba, fejlődj vagy megdög lesz kategória. A mű nem szenved hiányt a kegyetlenkedésből, harcokból, illetve a vérből. Hisz a realitás talaján bemutatja, hogy a leggyengébb szörny is lehet ám irdatlan erős, hisz ha gyomroszulnak egy késsel, akkor bizony meghalsz. Nagyjából a szinopszis úgy néz ki, hogy 10 éve elkezdtek ilyen kapuk megjelenni a való világban, ahova ha belépnek, egy barlangban, azaz dungeonben fogják találni magukat. És bizonyos emberek tudnak vadásszá avanzsálni, ezzel különleges képességekre szert téve. Természetesen a mágia, meg ilyen alapszintű RPG képességekre gondoljunk, de ahogy fejlődnek majd a karakterek, ugye E-rank a kezdő, ezt S szintig tudják feltornázni, és így minden szinten egyre erőteljesebb képességekre fognak szert tenni. A dungeonökben különféle szörnyek és mitológiai lények találhatóak meg, ami sokszor nagyon lebecsülendő élőlénynek tekintik, mint például a goblin, de az is gyomron tud szórni egy késsel, szóval de ugyanúgy veszélyesek. A sztori Sung Jin-woo-ról szól, aki nyilván ő is egy vadász. De ő a leggyengébb vadász, aki létezik ebben az egész storyline-ban. A célja, hogy meggyógyítsa édesanyját, illetve testvérét kisegítse anyagilag, akinek az iskoláztatását ő állja. Édesanyja egy Eternal Slumber nevezetű betegségben szenved, amire még nem nagyon tért ki a történet. Az apja eltűnt 10 éve, és mivel fent kell tartani az édesanyját, hisz a kórházi számlák sajnos saját magukat nem fizetik ki, ezért élete kockáztatásával, de elszegődik vadásznak. Egy dungeonben Sung Jin-woo életét veszti. A csapdában több társa is meghal, nagyon kevesen menekülnek be. Ő viszont egy meglepetéses pillanatban megmenekül, mivel ő a főszereplő. Nyilván feléled a kórházban, és kap egy System nevű, mondhatni, clairvoyance képességet, amely mutatja, hogy milyen statjai vannak, hányas szintű, miket tud venni, és még egyéb extra dolgokat, amikbe nem akarnék túlságosan beleszaladni. Mint egy RPG játékban természetesen. Jin-woo képes solo dungeonöket nyitni, ahova csak ő tud belépni, és ő az egyetlen ebben a világban, aki folyamatosan fejlődni képes. És hogy miért érdemes ezt az animét megnézni? Irdatlan gyönyörű a látványvilág. A szörnyek is nagyon részletdúsak, már amelyik. A sztori nagyon érdekes. A nulláról jön fel a karakter egy hősi szintre. De emellett nagyon látványosak és bedesszek a harci elemetek. Rengeteg vér, mint említettem, harc, akció, cselszövés, románc, egyedi képességek, és hát azért van egy varázsa is, amit most ezt így a spoiler kedve véget nem akarnék kifejteni jobban. Végezetül a stúdióról egy pár szót. Az Eye Picturesről már azért több animét is láthattunk, a leghíresebb, úgymond a kezdő animések között is, én szerintem a Sword Art Online-t mindenki látta, aki már nézett ilyesmit, rengeteg egyéb rangsorolt animéje van, amivel nagyon magas pontszámokat elértek, ilyen például az 86, Sword Art Online, Kaguya-sama, Licorice Recall, Engage Kiss, Mashi, illetve a legújabb Fate Strange Fake-et is ők maguk alkották. Úgyhogy rengeteg hál' Istennek magas szintű animével végeztek már, így ezzel a félelemmel már nem kell osztozni, hogy esetleg a stúdió elbaltázza az anime adaptációját, és nagyon elszalad abba az irányba, hogy nagyon gyorsan szeretnének egy nagyon látványos valamit kiadni, de félkészen, ahogy ez sajnos a Jujutsu Kaisen a Mappa stúdió által láthattuk. Ha esetleg nem tudod, miről van szó, akkor a Jujutsu témával kapcsolatos videónk tekintsd meg, ott jobban kifejtettem. Az animét a Crunchyrollon, illetve a Netflixen szabadon megtekinthető, ezen kívül a nem hivatalos magyar fordító oldalán is meg tudjátok találni, ezen kívül ugye Indavideo, Videa, stb. Az anime jelenleg hashtag 152. legnézettebb anime. Én szerintem mire az évad végére jutunk, ez föl fog tornázódni minimum egy top 25-be, legalábbis a manhwa olvasók jósolják, hiszen ők maguk tudják, hogy a storyline hova tart és mennyire csúcsosodik ki. Nehéz
lenne valamiről azt mondani, hogy nem tudná elérni a top 50-et, ha a materiája hashtag egy eladás van Koreában. Nos hát röviden ennyit tudnék összehozni a Solo Leveling-ről, hiszen még csak pár epizód elérhető. Köszönöm szépen, ha itt voltatok, tudom egy kicsit tömör voltam most, de ennél jobban nem tudnám tovább fűszerezni a videót, hiszen még alig van elérhető epizód, és mutatni sem nagyon szeretném a népet ilyen technológiai dolgokkal. Álljatok neki, nézzétek meg, és találkozunk a 12. rész befejeztével egy újabb videóban, ahol elmondom az őszinte véleményemet a Solo Leveling-ről a Cinegor Horror Magazine csatornáján. Legyen szép napotok, ciao!